Sziasztok, én Gergő vagyok, és ez itt a Lead. Akár tetszik, akár nem, a reklámok elkerülhetetlen részei a mindennapi életünknek. Legyen itt szó óriás plakátokról, újság vagy tévéhirdetésekről, mindnek ugyanaz a célja, hogy tájékoztasson minket valamiről, és általában ösztönöz a vásárlásra. Az új szórakoztató médiumok megjelenésével, mint például a videójátékok, a hirdetés új szintre lépett, és megjelentek a szponzorált játékok, aminek a célja valamilyen terméknek az interaktív hirdetése. Legyen ez film, sorozat vagy bármilyen másik termék, alapvetően nincsen probléma ezekkel, csak jellemző az ilyen játékoknak a zömepocsék. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy a mai napon összeszedjük nektek a 10 legbénább reklámjátékot. A KFC 2015 és 2020 között modernizálni akarta magát, hogy ismét fontos rész legyen az amerikai popkultúrának. Ennek érdekében pedig mindenféle marketing húzást bevetettek. A legbizarabb talán, amikor forgattak egy KFC tematikájú romantikus komédiát, amiben a főhősnő beleszeret a gazdag vőlegényének szakácsába, vagy amikor a cég egy KFC témájú macskajátszóházat streamelt. Ám 2019-ben megjelent a marketing mestermű, a KFC randijátéka, az I Love You Colonel Sanders, A Finger Licking Good Dating Simulator. A játék a japán Otome randi szimulátoroknak a paródiája, amiben egy ismeretlen diáklánnyal kell meghódítanunk osztálytársunknak, Sanders ezredesnek a szívét. Az I Love You Colonel Sanders a vizuális novellák játékmenetét követi, rengeteg szöveggel és statikus rajzokkal, amelyek a karaktereket képviselik. Viszont miután az alapkoncepció poénja leül, a játék csontján nem marad sok hús, hiszen a szöveg önmagában nem annyira szórakoztató, hogy az egyórás játékidőt elvigye a hátán. Ezért hiába relatíve jó értékelései vannak a játéknak, a bizarr koncepciót nem sikerült kihasználniuk rendesen, és csupán egy média hackként tudott működni. Természetesen egy ingyenesen játszható programtól nem várunk sokat, csak kicsit csalódással tölti el a lelkünket, hogy nem használták ki eléggé a játék alapötletét. De egy dolog az biztos, elérte a célját, hiszen a nagy média figyelem miatt kiváló marketingeszközként bizonyult. Egészen furcsa helyzet áll elő akkor, amikor nem csupán a játék adaptáció, hanem az alapmű is pocsék. Ez valahogy így van a Street Fighter The Movie The Video Game esetében is, hiszen a komikusan hosszú címe a játék legjobb része. Az alapjául szolgáló film a Street Fighter játéksorozatot dolgozza fel, és hasonlóan a többi videójáték filmhez az utcai verekedős mozi sem szenved hiányt, hagagyi faktorról van szó. Most a filmjáték verziójával fogunk foglalkozni, azonban ha érdekelnek a legrosszabb videójátékos filmek, akkor ezután csekkold le az ezzel foglalkozó listánkat is. A Street Fighter The Movie The Video Game a Mortal Kombathoz hasonlóan igazi emberek fotóiból rakták össze a karaktereket, ami a korához képest még akár élethű is lehetne, azonban a körülményes irányítása és bagossága miatt nem tudott felérni a sorozat többi címéhez, így csak egy gagyi játék lett belőle. Valami furcsa dolog lehet a gyors éttermek marketing osztályának levegőjében, hiszen a KFC előtt a Burger King is bizarr reklámokban gondolkozott. A 2006-os karácsonyi szezonra a Hamburger Lánc kiadott egy játék trilógiát az eredeti Xbox és Xbox 360-as rendszerekre, aminek a főszereplője a rémálmaim visszatérő figurája, a Burger Király. A trilógia első eleme a Pocket Bike Racer, egy Mario Kart klón, amiben nagyon apró robogókon kell versenyezni a Burger King parkolójában. A második részben a Burger királlyal kell emberek mögé lopakodni és megajándékozni őket egy hamburgerrel. Az utolsó Big Bumpin pedig egy Dodge Jam játék. A három közül a legbizarabb egyértelműen a Burger King Metal Gear Solid, és nem tudom ti hogy vagytok vele, de én nem hiszem, hogy ezek után megkívánnék egy hamburgert. A játékokat eredetileg a menük mellé lehetett megvásárolni körülbelül 1500 forintért, bár kérdéses, hogy szeretnénk-e költeni még egy menünyit egy ilyen játékra. A Pimp My Ride a 2000-es évek egyik meghatározó reality műsora volt. A program lényege, hogy minden epizódban megismerünk valakit, akinek egy fejlesztésre szoruló pocsék autója van, amit aztán egy tuning csapat elképesztően extravagáns módon felturbóz. Azt gondolhatnánk, hogy erre a koncepcióra pofon egyszerű lehet játékot fejleszteni, hiszen csak fogni kell a Need for Speed-ek autotuningját, megadni a lehetőséget, hogy telepakoljunk egy kis polszkit PlayStation 2-esekkel, és kész, Game of the Year. Azonban a Pimp My Ride mögött álló csapat egészen másképpen gondolkodott. A játékmenet egész jól leutánozza a műsor struktúrát. Megmíz minket valaki, hogy kezdjünk valamit a kocsiával, majd ezt el kell juttatnunk a tuning csapathoz. Azonban mielőtt odaérünk, Exhibittel a műsor vezetőjével Crazy Taxit megszényelítő módon kell randalíroznunk Pimp City városában, hogy pénzt gyűjtsünk az autó fejlesztésére. Mondjuk nem kontraproduktív tönkrevágni a kocsit, mielőtt felfejlesztjük? De lehet, hogy csak én gondolom így.
A rombolás mellett pedig még egy maréknyi mini játékkal is szerezhetünk pénzt, mint például a Ghost Riding-gal. De miről is kéne szólnia ennek a játéknak? Ja igen, autotuning. Ezeket a fejlesztéseket egyesével tudjuk végrehajtani a pálya különböző pontjain, szintén mini játékok teljesítése után. A Pimp My Ride-ban az a bosszantó, hogy könnyedén össze lehetett volna rakni egy játékot, azonban a fejlesztők túlgondolták a dolgot, és egy autotuning szimulátor helyett egy béna Crazy Taxit kaptunk erőltetett mini játékokkal. A Titus Interactive munkatársai a 90-es évek végén úgy érezhették, hogy megfogták az Isten lábát a Superman licenc megszerzésével, azonban az igazság nem is állhat messzebb ettől. A játék a nagy sikerű Superman rajzfilm sorozatnak a feldolgozása, az eredeti tervek szerint pedig az új 3D-s játékmotorok segítségével akartak egy Tomb Raider-szerű játékot csinálni a vörösköpenyes főszereplésével, azonban a Warner Brothers-zel való konfliktusok és a Nintendo 64 limitációi miatt vissza kellett venni az álmokból. A Superman The New Superman Adventures, avagy ahogyan szélesebb körben is mert a Superman 64 egy harmadik nézetes akciójáték, amiben az acélemberrel kell kiszabadítani Lois Lane-t és társait egy szimulációból. Ez igazán nagy feladatnak tűnik. Vajon miként segít a kedvesén Clark Kent? Biztosan valami óriási hőstetre van szükség, hogy legyőzze a gonoszt és megmentse a barátait. Biztosan egy nagy epikus harc következik, nem igaz? A Superman játék legnagyobb hibája, mindezen kívül, hogy ötlettelen és nehézkes a játék menete, hiszen a gyenge hardware miatt nagyon alacsony volt a látótávolság, így elképesztően nehéz volt navigálni a játékban, amit nem könnyít meg az sem, hogy a repülés irányíthatatlan. Az biztos, hogy elképesztően gáz, hogy pont a repülés nem működik rendesen a játékban, tekintve, hogy ez Superman jellegzetes képessége. Ahogyan ez várható is volt, a játék szörnyű kritikákat kapott, utólag pedig a valaha készült egyik legrosszabb videójátékként emlékeznek rá. 2010-re már eléggé egyértelművé vált a Nintendo Wii sikere, a casual piac óriása lett, és ezzel együtt az egyik legtöbb eladással rendelkező videójáték konzola piacon. A cég sikereire pedig a két nagyágyú, a Sony és a Microsoft is felfigyelt, és szerettek volna egy nagy szeletet vágni a mozgásérzékelős játékok piacából. Ezzel pedig megjelent a PlayStation Move és az Xbox Kinect. Az utóbbi egy kicsikét kilógott a sorból, hiszen a két japán céggel ellentétben a Kinecthez nem volt szükséges semmilyen irányítóra, hanem szimplán a testünk mozgásával tudtuk irányítani, így például egy sportjátékban ahhoz, hogy a karakterünk rúgjon, a játékosnak a valóságban is rúgnia kellett. Ennek a kiegészítőnek volt az egyik első játéka a Star Wars Kinect, amit nagy izgalom övezett, hiszen ki ne akarna Jedi lenni és fénykardozni. Azonban a végeredmény kicsit más volt, mint amire sokan számítottak. A Star Wars Kinect gyakorlatilag egy mini játékgyűjtemény, amiben egy rövid kardozós játékmódon kívül még lehet rankorként pusztítani egy faluban, vagy táncolhatunk Darth Vaderrel. Star Wars rajongók elég sok mindenen menten keresztül, de szerintem nem sokan számítottak arra, hogy egyszer Darth Vader Deadmau5-ra fog táncolni. A legszomorúbb az egészben, hogy a játéknak ez a táncolás volt a legkidolgozottabb része, a többi játékmód pedig nehezen irányítható és unalmas, vagy túl rövid ideig tart. Bár a kezdetben ígéretes volt a kinektes Star Wars, az a helyzet, hogy attól még, hogy valamire rárakjuk a Csillagok háborúja logót, még nem lesz tőle jó. Így a játék a kinektel együtt elbukott és feledésbe merült. A cukros üdítők és a videójátékosok gyakran kéz a kézben járnak, így érthető, hogy a Pepsi ilyen formában próbálta meg reklámozni a termékeit. A Pepsi Man egy japán exkluzív reklámjáték, amiben egy Pepsi Man nevű szuperhőst kell alakítanunk, aki segíti azokat, akik Pepsira vágynak. A játék menete leginkább a Crash Bandicoot-éhoz hasonlítható, hiszen egy egyenes vonalon megyünk a cél felé, miközben kikerüljük az irányunkba közeledő akadályokat. Hiába japán nyelvű a játék, a bejátszásokat mind angolul szinkronizálták le, így kerülhetett a pályák közötti kisfilmek főszerepébe ez a fickó. You're doing pretty good. Have a Pepsi. Next stage. Ettől sem lettem szomjasabb. A Pepsi Man egy elképesztően bizarr, de valamelyest szórakoztató játék, és a furcsaságának köszönhetően egy kis rajongótábora is van a speedrunning közösségben, így a játék gyakran előkerül mindenféle jótékonysági rendezvényeken. Így végül is a marketing szempontok mellett még értéket is adott a világnak a Pepsi szuperhős. A termék elhelyezés a videójátékokban nem egy szokatlan dolog. Van, amikor ezt sikerül szinte észrevehetetlenül elhinteni a játék világában, viszont olykor eléggé idegesítő tud lenni. Azonban a Dark and Sky egy egészen új szintre emeli a reklámjátékok fogalmát. A Dark and Sky egy fantasy szerepjáték egy fiatal varázsló lány Sky főszereplésével, aki az édesanyja után kutakodik egy fantázia világban.
most kicsit értetlenül nézhettek, hogy hol is van ebben a játékban a reklám. Nos, Sky a varázs erejét nem ősi rúnákból vagy szellemekből nyeri, hanem Skittles cukorkákból. Igen, azok a színes golyócskák, amit M&M's helyett vettek neked a szüleid húsvétkor. Ez a termék elhelyezés eléggé bizarr, hiszen kicsit olyan, mintha a játék letagadná, hiszen még a borítón sem hirdeti a Skittles nevet, szinte meglepetésként ér minket ez a csöppet sem finoman elrejtett reklám. De hogyan történhetett ez? Elképzelhető, hogy a fejlesztő csapatnak szüksége volt egy kis anyagi befektetésre, és lehet, hogy ezt ilyen formában tudták megoldani, vagy a másik opció, hogy eredetileg sokkal nagyobb hangsúlyt kapott volna a Skittles szponzoráció, csak ez a fejlesztés folyamán kikopott. A Dark and Sky listánk egy kifejezetten furcsa darabja, hiszen amellett, hogy egy egészen jó pofa szerepjáték, sikerült mégsem hirdetni a márkát, amit kellett volna, így felmerül a kérdés, hogy mi is állhat a dolgok a háttérében. Azok, akik közületek jártasak a témában, biztosan sejtették, hogy az E.T. is felkerül a listánkra. Ez nem is meglepő, hiszen ez a játék majdnem kinyírta a videójátékipart. A történet 1982-ben kezdődött, éppen megjelenés előtt állt az E.T. mozifilm, és a film hype-ját akarta meglovagolni az Atari ennek a játéknak a megjelenésével. Erre a hálátlan feladatra pedig Howard Scott Warshaw-t kérték fel, egy tehetséges játékkészítőt, aki már korábban bevált az Atarinak. Azonban az E.T.-nek a karácsonyi időszakra kellett megjelennie, így Howardnak 5 hete volt elkészíteni a teljes játékot. Hiába kapta a feladatot egy kiváló szakember, egyszerűen képtelen volt ennyi idő alatt értelmezhető terméket kiadni a kezei közül, így az E.T. Extraterrestrial egy elkapkodott, bonyolult és elképesztően bagos alkotás lett. A kezdeti eladási sikerek után elkezdtek panaszkodni a vásárlók és visszavitték a boltba a játékot. Az E.T. egy óriási bukás lett, aminek következtében az eredeti Atari csődbe ment. Az el nem adott kazettákat pedig nem tudták elhelyezni sehol, így azokat elásták Új-Mexikó sivatagában. Ezt követően 1983-ban az egész játékipar beborult, és egészen a Nintendo Entertainment System megjelenéséig nem tudott talpra állni. Az E.T. története megmutatja, hogy mi az egyik oka a béna játék adaptációknak. Hiszen hiába akart Howard egy jó játékot összerakni, a felettesének nyomása és az időhiány nem csak egy trehány terméket eredményezett, hanem majdnem az egész iparág bedőlését. Ha régen sok Angry Video Game Nerdot néztél, biztosan hallottál a hírhet LJN kiadóról, ami az NES érában felelt a licencjátékokért. A cég nevéhez rengeteg márka, film, sorozat és egyéb termék alapján készült játék kötődik, és mivel az LJN játékaival megtölthettünk volna egy egész listát, ezért úgy döntöttük, hogy egy egész lista helyet kap az egész kiadó. A repertoárjuk legemlékezetesebb darabjai közé tartozik a Back to the Future, a Beetlejuice és a Karate Kid, és ezek közül is talán a Vissza a jövőbe játék feldolgozása a legrosszabb, ami egész jól bemutatja az összes problémát, ami a cég által a kiadott játékokat jellemzi. A játék az első Vissza a jövőbe történetét próbálja meg lekövetni, de egy-két felismerhető helyszínt leszámítva a játék történései nem követik az alapművet túlságosan. A Back to the Future-ben a játékos célja, hogy visszajuttassa Martit a jelenbe, és ehhez órákat kell gyűjtenie, és akkor jut tovább, ha ebből elegendőt szedett össze. Aztán minden pálya végén egy mini játékon kell átverekednünk magunkat, ami lehet Biff csapatának a leverése egy kávézóban, Marty anyjának a szerelmének elkerülése, vagy a Johnny B. Good eljátszása az iskolai táncesten. Végül pedig vissza kell utaztatni Martit a jelenbe, és ha ezt elbukjuk, akkor game over. Ami pedig igazán idegesítő, hogy az egész játék alatt ugyanaz a rövid zenei klip ismétlődik. Ami egy idő után még a legacélosabb idegű játékos agyára is rámehet. Tehát az általános problémák az LGN játékaival, hogy nem követik az alapanyagot és nagyon béna játékmenettel rendelkeznek. És azt sem szabad elfelejteni, hogy megjelenéskor a 80-as években nem volt olyan széles körben elérhető a videójáték kritika, így a játékosok előzetesen nem tudták megítélni egy-egy cím minőségét, így sokukat behúztak a csőbe, csupán azáltal, hogy a borítón egy szeretett franchise található. A reklámcélú játékok megítélése kicsit kettős, hiszen nem minden esetben csak egyértelmű lehúzásról beszélünk. Egyrészt sokszor egy kis fejlesztő csapat munkáját ki tudja segíteni egy márka szponzor, ahhoz, hogy el tudják készíteni a címet, amire vágytak. Azonban, ha a márka kéri meg a fejlesztőket a munkára, akkor történhetnek meg azok a katasztrófák, amiket a videóban is láthattunk. Egy dolog biztos, minőségtől függetlenül gyakran a videójátékos paletta üdes színfoltjaiként tudnak tündökölni ezek a programok, hiszen a kreatív csapat és a márka felelősei egészen furcsa ötletekkel tudnak előállni a figyelem felkeltésének érdekében. Nektek melyik volt a kedvencetek? Esetleg kihagytunk még egy ennél furcsábbat is? Véleményeteket írjátok meg a komment szekcióban, vagy beszélgessünk róla a Discord szerverünkön, aminek a linkjét a videó leírásában találhatjátok. Ha tetszett a videó, sokat segít nekünk, ha ezt egy lájkkal is jelzed, és ne felejts el feliratkozni a csatornánkra, hogy ne maradj le a további tartalmainkról sem. A kis bevásárló kosár gombra kattintva eljuthatsz a webshopunkba is, ahol menő gaming perifériákat, gamer és e-sport merch-eket, és még csomó minden más hasznos holmit is találhatsz. Várunk legközelebb is!